mutogattad mindenkinek, és kifelítek a falra, mindenki. Ünnepélyes keretek között vette át a Damnicki cukrászda tulajdonosa a Bírsalmás szaloncukorral kiérdemelt elismerést, amely termék elnyerte a tavalyi év édesség innovációs díját. A díjat minden év márciusában ítéli oda a Magyar Édességgyártók Szövetsége az előző év legkiemelkedőbb édesség innovációjáért. Az Édességgyártó Szövetségnek egyik fő küldetése, hogy felhívja a figyelmet a minőség édességfogyasztásra. Sokan kérdezik, hogy mitől lesz valamilyen termék minőségi, melyiket szeretjük, melyiket nem, mindig rábízunk természetesen a fogyasztókra, de az, hogy milyen alapanyagokból, milyen technológiával, milyen innovációval készül, az mindenféleképpen egy nagy lépés a minőség irányába, és az elmúlt években azt láttuk, 10 éve most már, hogy az a édesipar, főleg a KKV szektor elkezdett újra fejlődni. Damnicki Balázs hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az elismerést, hiszen cége nem tagja a Magyar Édességgyártók Szövetségének, így ahogy fogalmazott, külsősként tudta kiérdemelni az első helyezést. Ez egy szaloncukor, egy vegánok számára készített bírsalmás szaloncukor, amit természetesen nem csak a vegánok fogyaszthatnak, ugye ez a lényege, hogy nincs benne semmiféle állati termék, és tiszta forrásból származik minden alkotója. Alapvetően az alapkoncepció ugye a vegán oldalról közelített meg, mert sokan, egyre többen vannak, akik valamilyen okból nem fogyasztanak, vagy nem fogyaszthatnak állati összetevőt, illetve főleg tejterméket, és ennek a koncepciója alapján született meg maga a szaloncukornak az ötlete. Cserpalkovics András polgármester a város szempontjából is kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy egy székesfehérvári manufaktúra vihette haza az első díjat. Pozitív értelemben városmarketinget is jelent, hiszen Damnicki Balázsékat mindenki ismeri, a Damnicki cukrászdáról nagyon sokan tudják, hogy Fehérvárhoz kötődik, és most, hogy mi nem csak mi mondjuk, meg ő mondja, hogy ez egy minőségi termék, hanem egy szakmai szövetség által visszaigazolódott. Damnicki Balázs a sikereken felbuzdulva természetesen nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az idei évben is induljanak majd a megmérettetésen egy hasonlóan ígéretes édesség kreációval.